Üdvözlet mindenkinek ebben a rövid videóban George Sorosról vagy Soros Györgyről lesz szó, az ő tevékenységéről, mi az, amit érdemes róla tudni. Igen, röviden, mielőtt belefognánk ebbe, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Ez a rövid videó a Joe Rogan Podcast című műsorból indította el ezt az egész gondolatmenetet, utána néztem nagyon röviden tényleg, akit érdekel, beleáshatja magát ebbe a témába, fogok adni egy-két ötletet, hogy merre induljanak el a vállalkozó kedvűek. de nézzük, hogy mi az, amit Joe Rogan mond. Gabbett, yeah, where he was explaining to me what George Soros does, and it's fucking terrifying that he donates money to a very progressive, very leftist, whether it's a DA or whatever politician, and then... Úgy fogalmaz, hogy félelmetes az, amit Soros György csinál, ugyanis pénzt adományoz egy progresszív, haladó, gondolkodású, kerületi ügyésznek, vagy politikusnak, go. és aztán még egy másik további politikusnak, vagy jogi személyiségnek szintén adományoz pénzt, tehát azt az a további, még inkább baloldali gondolkodású irányvonalat szintén ő támogatja, along, so... és egymás ellen a kettőt úszítja, illetve versenyezteti lényegében, így ezáltal képes mozgatni az, az eseményeknek a menetét szélebre és szélebre a baloldal, vagy a liberális gondolkodásmód felé. He's playing like a global game. And... Egyfajta globális játék az, amit ő játszik. He, he doing it. It's like... És ő ezt élvezi. He... És, és élvezi azt, és szeretné azt, hogy ezek a he wants crime to flourish. Ezek a városok szétessenek, illetve hogy a bűnözés az elszaporodjon ezeken a helyeken, mint ahogy azt látjuk most a világban. It's, yeah. És nagyon amit mondta, hogy olyasmi, mint hogy egy, egy, gonosz ember a Batman filmekben, mint a főgonosz a, a Batmanbe ez lényegében. Soros györgy. And he's gotta be deep into his 80s. No, it's 92. 90? 92. És 92 éves. So you gotta wonder, wow. like, what keeps that guy motivated? and És mi is az, ami ezt az embert motiválja, hogy 92 éves és még mindig ezt csinálja. És pontosan erről beszéltem, hogy aki a világi gondolkodás alá hozzá dolgokhoz, az soha nem fogja megérteni, hogy mi is az, ami történik a háttérben hogy az ellenség az, aki ezeket az embereket mozgatja. És ha valaki eladja magát, onnantól kezdve nincsen szabadulás az ő markába. És ez nem lesz senki milliárdos véletlenül, nem lesz senkinek akkor hatalma, mint Soros Györgynek. Láthatjuk a Soros vagy George weboldalon, hogy mi az, amiket hazudozik arról, hogy ő mit csinál, és azt mondja, hogy a teljes és fair megbeszélés, az eszenciája a demokráciának. Hát hogyan beszélhetünk demokráciáról egy olyan ember esetén, aki több milliárd dollárt öl bele abba a célba, hogy manipulálja az embereket és mozgassa a háttérből a szálakat. És én még csak nem is akarom őt hibáztatni ezért, hisz ha valaki eladja magát, onnantól kezdve ő az ellenség eszköze, mint ahogy ez demonsája Soros György. Elég csak figyelni azt a nyelvezetet, amit használnak, és az intelligens ember az látni fogja, hogy valami csak egyszerűen nem stimmel. Ki az, aki így nyilatkozik arról, amit Soros György csinál? Az a káosz, meg anarchia, amit ő okoz a világban. Hogy Soros György több mint 30 éve a demokratikus eszmék és ügyek kiemelkedő nemzetközi támogatója, jótékonysági szervezete. Az Open Society Foundations több mint száz országban támogatja a demokráciát és az emberi jogokat. Ez az 1984-ből ismert kettős beszéd, amiről itt szó van. Persze a felszínen ezt mondják, de amit csinál az ő tevékenysége valójában, az az ellenkezője ennek. Minden művelet meg mozgalom, amit ő támogatott az évtizedek során, az semmi más nem csinál, csak aláásta azt a nyugalmat, azt a relatív nyugalmat, amit élvezett a fejlett európai országok, illetve Amerika. És abszolút megérdemlik ezek a társadalmak azt, ami elkövetkezett itt, én nem is azt mondom, de Soros György az eszköze annak, ahogyan ez a társadalom szét fog esni. Az egyik persze. Ha megnézzük, hogy mit hazudozik az Open Society Foundation oldalán, Soros György vezetése alatt az Open Society Foundations világszerte támogatják a szólásszabadságért, az elszámoltatható kormányzásért és az igazságosságért, egyenlőségért küzdő egyéneket és szervezeteket. Úgyhogy ez az ember arról ismeretes, mint ahogy itt azt megtudjuk, hogy 92-ben tönkretette az angol bankot, a Bank of england és 1 milliárd dollárt nyert azzal, hogy a brit font csökkenését támogatta a tőzsdén, de egyébként 18 milliárd dollárt fektetett már ebbe az Open Society Foundations-be 2018-ig, szóval on, még onnantól kezdve nincs is szó erről, hogy azóta mennyit. Azt hiszi valaki, hogy ez az ember túlórázik azért, hogy nekünk jobb legyen. Így teszik tönkre a világot, de köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk addig is mindenkinek a legjobbakat és halleluja!